Bátaszéken immár hagyomány a helyi németség szervezésében és az önkormányzat támogatásával a Rétes Fesztivál. Hát ez a rendezvényünk tulajdonképpen 2010-re nyúlik vissza, amikor az elsőt rendeztük, és azóta is, hát helyen közel ugye járvány meg stb. Közbeszólt. De igen, a szombati napon akkor összegyűltünk, mivel most már van német házunk, ahol meg tudjuk csinálni, nem kell a házaknál az asszonyoknak nyújtani a rétest, és nagyon szép számmal jöttünk össze, és ott egy jó hangulatú napot, fárasztó napot töltöttünk el együtt, hogy elkészüljenek a réteseink. Ami a piactérre érkező vendégeknek felhőtlen kikapcsolódás, az a szervezőknek több napos munkát jelentett. Ez nálunk háromnapos ünnep. Már ami a munkát illeti, úgy háromnapos, ugyanis Bori elmondta, hogy tegnapi napon már mintegy 25 fővel húztuk, nyújtottuk a rétest a német házban, de hát természetesen ez nem a pünkösdi fesztiválnak a ünnepi része. Mai napon egy német-magyar vegyes misével kezdtük az ünnepség sorozatot a mellettünk levő Nagyboldogasszony templomban. Aztán, ahogy kijöttünk a templomból, mentünk az iskolaebédlőbe, ott sütötték ki a réteseinket. Aztán jöttek újra az asszonyaink összevágni a rétest, és 13:30-tól pedig így hordjuk ki a térre. Ahány ház, annyi szokás, és ugyanannyiféle töltelékkel készültek a sós és édes finomságok. Amióta létezik a bátaszéki pünkösdi rétesfesztivál, a felvidék népcsoport részt vesz a rendezvényen. Ugye itt a Covid alatt, illetve az elmúlt évben nem volt, vagy nem oly formán volt megrendezve az esemény, hogy kijöjjünk árusítani, mint népcsoport. De idén nagy örömünkre újra kijöhettünk, és a finom réteseinket kínálhatjuk, árulhatjuk a megjelenteknek. Nálunk mindenki otthon készíti el a rétesét, és úgy hordjuk össze. Tehát az anyukák, nagymamák otthon elkészítik, és különböző ízesítésű réteseket lehet nálunk fogyasztani. A helyi svábok és a felvidékiek saját készítésű süteményeik néhány óra alatt mind elfogytak.